Sziasztok! Ez Viego hős története. Kevesen hallottak a tengereken túli keleti királyságról, amelynek neve mára épp úgy a feledés homályába veszett, mint a partjait szegélyező romok. Még kevesebben hallottak fiatal és balga uralkodójáról, akinek szerelme a királyság végzetét okozta. Ezt a ma is mindenkire veszélyt jelentő férfiút úgy hívták, Viego. Uralkodó családja második sarjaként Viego nem arra született, hogy király legyen. Ehelyett egész életében kényelem vette körül, amely öntelté és önzővé tette. Ám bátyja hirtelen bekövetkező halálakor Viego, kinek sem különösebben kedve, sem érzéke nem volt az uralkodáshoz hirtelen, arra eszmélt, hogy egy birodalom élén áll. Rangja és pozíciója még így sem kötötte le igazán. Legalábbis egészen addig, amíg meg nem ismerkedett egy szegény varró leánnyal, Izoldével. A lány szépsége úgy megbabonázta, hogy a király azonnal felajánlotta neki a kezét. Így történt, hogy korának egyik leghatalmasabb uralkodója férjül ment egy paraszt leányhoz. Varázslatos szerelem szövődött kettejük között, és Viego, aki korábban saját magán kívül nem igen törődött senkivel, egész életét a lány boldogságának szentelte. Elválaszthatatlanok voltak. Ő felsége alig mutatkozott Izolde nélkül, akit ajándékokkal halmozott el, és jelenlétében semmi más nem vonhatta el figyelmét. Viego szövetségeseit ette a méreg. A kormányzásra fittyet hányó gyengekezű király ellen néhányan titkos összeesküvés szerveztek, hogy még azelőtt véget vessenek uralmának, hogy az igazán elkezdődhetett volna. Népe ellenségei pedig megérezték. Eljött az ő pillanatuk. A viperák szép lassan körbevették. Egy nap mérgezett törrel törtek az életére. A király ébertestőrei azonban közbeléptek, így a tör célt tévesztett, hogy aztán Izoldét sebezze meg. A méreg szinte azonnal hatott, Izolde pedig pusztító kábulatba esett. Viego tehetetlen dühel nézte végig, ahogy felesége állapota apránként romlik. Dühében és kétségbeesésében kincstára utolsó aranyát is felesége megmentésére költötte. Mindez azonban semmit sem ért. Izolde párnák között halt meg, Viego agyát pedig elborította a téboly. Ellenanyag utáni hajszája elkeseredett őrületbe csapott át. Képtelen volt elfogadni felesége elvesztését, és királysága minden kincsét a legutolsó garasig feláldozta a kutatásra, csak hogy visszaszerezhesse őt. Ahogy a vidéken eluralkodott a káosz, Viego bezárkozott halott felesége tetemével, ellenségessé és erőszakossá vált. Egy nap azonban fülébe jutott egy legenda az áldott szigetekről, hogy azok vize bármilyen betegségre gyógyírt jelent. Hatalmas seregével lerohant a békés országot, és kardélre hányt mindenkit, aki az útjába állt. Amikor végre elérte a belső szentét, a gyógyító vízbe helyezte feleségét. Izoldénak vissza kell térnie hozzá, bármekkora pusztítást is hozott érte a világra, bármi áron! És egy pillanatra valóban vissza is tért. Izolde a harag borzalmas ánylidérceként emelkedett ki a vízből, és fájdalmában, dühében és értetlenségében, hogy kiszakították a halálból, megragadta Viego mágikus pengéjét, és a király szívébe döfte. A vizek mágiája birokra kelt az ősi kard erejével, a hatalmas energia pedig kitört a teremből, végig söpört a szigeteken és mindent, amihez hozzáért, gyötrődő, de tudatánál maradó élő holttá változtatott. Viego azonban mindenre egyáltalán nem emlékszik. Királysága lassan romba dőlt. Győzedelmes népek emelkedtek fel, majd hullottak vissza a porba. Idővel még a neve is a feledésbe merült. Egészen addig, míg 1000 évvel a halála után Viego vissza nem tért. És ezúttal nem fog elbukni. Elméjét ugyanaz a veszélyes megszállottság köti békjóba halálában is, és minden tettének, kívánságának és bűnének mozgató rugója ma is megingathatatlan. Tébolyult szerelme.
A halálos fekete köt szabadon bugyog fel összetört szívéből, és elszakítva az élettől mindent, ami ez hozzáír. Így bolyong Viego a világban, nyomában a köddel, és keresi a módot, hogy Isolde ismét mellette lehessen. Légiók pusztulnak el lábai előtt, hogy szolgálatában ismét felemelkedhessenek. Az élő sötétség kontinenseket nyel el, a világ pedig megfizet minden boldog pillanatért, amelytől megfosztott egy ősi uralkodót, aki megadta magát a mindent felemésztő szerelemnek. Fittyet hány a maga körüli pusztításra. Csak Isolde arcát láthassa ismét. Birodalma a rettegés, szerelme örök. És amíg Isolde vissza nem tér hozzá, az egész világ a letaszított király lábai előtt hever.